Folytatódik a 21-es számú főút négysávosítása és fejlesztése. A mintegy 10 kilométeren történő munkálatok idén márciusban indulnak. A fejlesztések két szakaszon valósulnak meg. Egyrészt Lőrinci és Zagyvaszántó között több mint 5 kilométer hosszan, másrészt Jobbágyi és Szurdokpüspöki között 4,5 kilométer hosszan. Mindazok mellett, hogy a megjelölt szakaszokon kétszer-kétsávos gyorsforgalmi utat alakítanak ki, gyalogos és kerékpáros aluljárók, korszerű csomópontok, körforgalmak teszik még biztonságosabbá és gyorsabbá a közlekedést, hangsúlyozta Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT képviseletében. Nagymajdon József Bátonyterenye polgármestere kiemelte, a 21-es számú főút korszerűsítésének célja, hogy bekapcsolja a térséget az ország infrastruktúrális vérkeringésébe. Kelet-Nógrád számára ez kiemelkedő jelentőségű, hiszen a betelepülni kívánó cégek többsége a hiányos infrastruktúrára panaszkodott ez idáig. A fejlesztéseket követően akár negyed órával hamarabb elérhetjük 60-ból Salgótarjánt. A gyors és balesetmentes közlekedés mellett pedig nő a megye esélye a különböző befektetésekre. A 21-es számú főút két szakaszának négysávosítása és fejlesztése 2015 első felére fejeződik be.